Kedves vendégeink, szeretném bemutatni a búcsúzó 8. A osztály osztályfőnökét, Nagy Zsoltot. A búcsúzó 8. A osztály, Karlik Sándor, Bari Ádám, Csömör Kevin, Tolmácsi Levente, Vidi Márk, Bocsi Noel, Stossék Tamara, Szakál Márk, Kémeri Zsombor, Trungel Noémi, Tóth Balázs, Kisnagy Ábel, Csonka Zoltán, Farkas Vivien, Farkas Janka, Endrődi Lilien, Lovas Botond, Györki Adrián, Váradi Dorka, Veres Máté, Simon Viola, Farkas Szintia és Poják Levente. A 8. B osztály osztályfőnöke Nagy István. A 8. A osztály tanulói, Németh Kata, Balogh Bálint, Molnár Hanna, Tóth Máté, Bocsi Virág, Váradi Sámuel, Ferenc Boglárka, Képes János, Szabó Luca, Tóth Szabolcs, Németh Dorina, Báder Jázmin, Rézműves Nelli, Balogh Levente, Visnyószki Virág, Báder Zétény, Szabó Viktória, Bartos Zsolt, Korponyi Szintia, Nagy Roland, Kuruc Dóra, Szenes Hunor, Király Eliza,
és Szabó Csaba. Kis Kálmán, szonett ballagóknak. Néktek ragyog ma, tiétek az ünnep, a szó, a könyv, a mosoly, a virág. Körétek gyűlik szinte a világ, s mi néktek adjuk búcsúzó szívünket. Az élet, mely jutalmaz és büntet, s melyben az ember örökké diák, most jelképezze zöld, májusi ág. S halljuk, reménytől szívetek, hogy lüktet. Szép lassúsággal búsan szól az ének, föl-föl repülne, leszáll, tétováz, a sok kopott pad integet felétek. Tán könny is csordul, nem tudni okát, elsápadva a messzeségben néztek, s a szívetekben felzeng, hogy tovább. Kedves ballagó nyolcadikosok! A mai napon életetek egy fontos állomásához érkeztetek. Elérkezett a búcsú ideje. Búcsúztok a 8 évig otthont adó iskolától, tanáraitoktól, diáktársaitoktól. Tavaly még ti díszítettétek az osztálytermeket, ti gyűjtöttétek a sok szép virágot, s megtettetek mindent, hogy a ballagás a társaitok számára meghitt, emlékezetes legyen. Azóta eltelt egy év, itt vagyunk újra, de most nektek szól az ismerős dal, értetek öltött ünnepi díszt az iskola. 8 szép évet töltöttetek az iskola falai között. Hosszú lenne felsorolni azt a sok élményt, amelyben részetek volt. Emlékek kavarognak bennetek. Örültök, hogy vége az iskolának, de mögötte ott a búcsúzás, az elválás gondolata. Végig peregnek előttetek a 8 év csintevései, jó és rossz emlékei, s könnyet csalnak szemetekbe. Eszetekbe jut, mikor 6 évesen még szorongva léptétek át az iskola küszöbét, valami új, ismeretlen világba kerültetek. Tanítóitok fogták kezeteket, sok-sok türelemmel vezettek be benneteket a betűk, a számok titokzatos világába. Ők voltak azok, akik megalapozták felső tagozatos tanulmányaitokat. 5. osztályban új tantárgyakkal, tanárokkal ismerkedtetek meg. Segítségükkel bővítettétek ismereteitek körét, évről évre érettebben gondolkodtatok. Itt tanultátok meg, hogy a céljaitokért küzdeni kell. Ez az időszak szorgalmas munkából, sikerekből, kudarcokból állt, sok-sok szép emlékből, felejthetetlen órából, de néha olyan percekből is, amelyek kevésbé voltak kellemesek. Jézus szavaival szeretném búcsúzó gondolataimat megosztani veletek. Feltámadása után így szólt tanítványaihoz. Még sok mondani valóm volna számotokra, de most még nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor pedig eljön az igazság lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Eltelt 8 év és tanáraitok bizonyára ugyanezt érzik, hogy még sok mondani valójuk volna számotokra. Jézus is, amikor 3 év után elbúcsúzott tanítványaitól, szintén még sok mindent el akart nekik mondani, de még nem jött az alkalmas idő. Ezért, amikor búcsút vett tőlük, akkor ezt mondta, de elküldöm az igazság lelkét, a szent lelket, és ő majd megtanít titeket a teljes igazságra. Most, amikor itt búcsút veszünk tőletek, imádkozunk, kérjük rátok az Úristen áldását, akkor mi is ilyen lélekkel vagyunk itt, hogy igen, még sokat szeretnénk, sok mindent szeretnénk elmondani nektek, de még nem vagytok hozzá erősek, de mindaz, amit kaptatok, az elég lesz ahhoz, hogy elinduljatok. Elinduljatok, és ezt a tudást, ezt az ismeretet, a Szentlélek, a nektek ajándékozott Szentlélek tegye teljessé. Tarisznyát viseltek az oldalatokon, mely jelzi, hogy visztek magatokkal útravalót. De ez nem egy egész életre szóló útravaló, ez elinduláshoz kell. És így van az elmúlt 8 év tudása, ismerete, élménye, magatokkal viszitek, szükségetek van rá, egy biztos tudást, egy biztos ismeretet szereztetek, de még kell az élet tapasztalata, a sok tanulás, Szentlélek segítsége, hogy mindezt teljessé tudjátok tenni, hogy az életben hely tudjatok állni. Imádkozunk értetek, kérjük rátok az Úristen áldását, de legyetek nyitottak arra, hogy befogadjátok a Szent Lelket, legyetek mindig nyitottak az Úristen irányítására. Elindultok, és célba szeretnétek érni.
Az Úristen vezet benneteket. Szentlélek megtanít benneteket a teljes igazságra. Engedjétek hát, hogy vezessen, engedjétek, hogy elvezessen céljaitokhoz, céljaitok eléréséhez. Így most imádkozunk értetek, álljatok fel és fogadjátok az áldást. És a te segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet alkotta. Mindenható Urak Isten, a te igéd szentel meg mindent. Kérünk, áraszt bőséges áldásodat ezekre a tarisznyákra, itt barlangú diákokra. Add meg nekik szent lelked segítségét, nyisd meg szívüket és vezess őket, életük útján veled járjanak, egykor majd célba érve, örök boldogság vonába is eljussanak. Segítséget, mindig felismerjék szent akaratodat, így szolgálják önmaguk és embertársaik örök boldogságát, Krisztus, ami Urunk által. Én itt oly sok szépet s jót tanultam, itt mindig hűtársak közt voltam. Az évek hamar elrepültek, de az emlékük elkísér, amíg élek. Tisztelt tanáraink, szüleink, kedves diáktársaink! Várva várt, mégis nehéz nap számunkra a mai. Egy különleges búcsúzás az iskolánktól. Ezt a napot a virágokon és az ünneplő ruhákon túl az érzések sokfélesége teszi meg hitté, maradandóvá. Van, akinek az arca örömöt, van, akinek merengést, bizakodást vagy szomorúságot tükröz. Érthető ez a sokféle tekintet, hiszen a ballagás más jelen nekünk, ballagó diákoknak, más tanárainak, szüleinknek, és megint mást a még jövőre is itt tanuló diáktársaknak. A csengőszó ma utoljára hangzott fel számunkra. Iskolánk falai között ma vagyunk itt utoljára együtt. Olyan gyorsan elszállt a 8 év. Leggyorsabban ez a tanév. Talán az utolsó napokban éreztük át igazán, mennyire otthon és biztonságban voltunk itt. Kedves ballagú nyolcadikosok, nehéz ilyenkor beszélni. Számotokra ezek az utolsó mondatok az igazgatótól. Azt mondják, hogy ezeknek a szavaknak erejük és felelősségük van. Milyen is legyen az utolsó igazgatói beszéd? Gondolom, most azért egyöntetűleg arra gondoltok, hogy lehetőleg minél rövidebb. Igyekszem röviden megfogalmazni, hogy mit is adhatnék útravalóként nektek. Ünnepelni gyűltünk össze, hogy ezzel tiszteljünk meg titeket, és visszatekintsünk a Széchenyiben közösen eltöltött időre. Nagy létszámú évfolyam voltatok, olyan évfolyam, ahová 5. sokan érkeztek más településről. Sokan, sokfélék vagytok, és ez így van jól. A tablóitokon megjelenő zeneválasztás vagy avatárok választásában is ez a sokszínűség jelenik meg. A mai napon személyesen ti vagytok fontosak. Nem egyszerűen egy név vagytok, ahogyan az előbb felsoroltam, hanem önálló, egyedi és megismételhetetlen személyek. Ugyanakkor közösségé kovácsolódtatok meg annyi nehézség ellenére is. Sajnos a ti iskolás éveiteknek egy meghatározó részében, a karantén időszakában nem lehettetek közösségben. Ugyanakkor az az időszak is a legjobbat hozta ki belőletek. Az online órákon példaértékűen szinte mindig teljes létszámmal vettetek részt, aktívan dolgoztatok. Büszkék voltunk rátok akkor is. Az életetek elég nagy részét az iskolában töltöttétek, és reményeink szerint még néhány évig koptatjátok az iskolapadokat,
a választott középiskolában, és később a főiskolákon, egyetemeken. De milyenek is voltak a mindennapjaitok a Széchenyiben? Csupa móka és kacagás, ugye jól gondolom. Mi volt a célja a reggeli első kémia vagy fizika órának? Hát sokak szerint az alvás folytatása. A szünetek között a magyar vagy matek óra csak közjáték volt csupán. Emlékezzetek vissza, amikor a terem ablakán bámultátok az esőt, álmodoztatok, vagy netán néztétek a telefon kijelzőjét. Az osztálykirándulásokon az átvirrasztott éjszakák, a titkos beszélgetések is biztos szép emlékként maradnak meg bennetek. Megtanultátok, hogyan tudtok egymáson segíteni, akár egy-egy dolgozatírás közben is. Megtanultátok, hogy csak a sok megírt, és talán a több meg nem írt házi feladat milyen fontos, de ennél még fontosabbak azok a leckék, amelyeket a nagybetűs életben kamatoztathattok majd. Tudom, hogy 8. végén sokan gondoltok arra, milyen jó lesz már innen elkerülni, valami jobb helyre, ahol nagyobb szabadságot engednek nektek. De ne feledjétek, hogy csak akkor lesztek boldogok, ha önmagatokkal békében vagytok, és tudtok szeretni, szeretve lenni. Talán ez a legfontosabb, amit én most nektek a tarisznyátokba szántam. Igyekeztünk motiválni, bátorítani benneteket arra, hogy tetteiteket a szeretet szándékával és érzületével vigyétek véghez. Amikor a szeretet teljesen működni tud, akkor a közösség él, fejlődik, és ha szükséges, megújul. Szeretet. Talán nincs még ennyire elcsépelt szó a magyar nyelvben. A változó, rohanó világunkban, mintha kiüresítettek volna eredeti jelentését. Pedig mindannyian vágyunk arra, hogy szeressenek, s hogy mi is szeressünk. Ehhez segítségünkre lehet egy 2000 évvel ezelőtt született örök érvényű himnusz, melyet a világirodalom egyik gyöngyszemeként tartanak számon. Szent Pál korintusiakhoz írt levelében található szeretett himnusza nevén ismert bibliai részletről beszélek. Azt gondolom, hogy ti már ismeritek ezt. Aki nem, annak javaslom, hogy olvassa el, ízlelgesse minden szavát. Érdemes. Hogy milyen is a szeretet? Szent Pál apostol szavai szerint. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáit, haragira nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha el nem múlik. Bíztatlak benneteket, merjetek szeretni, jól szeretni, és azt se feledjétek, hogy minden igaz ember szeretet gyökere az igaz Isten szeretet. Tisztelt szülők! Végtelenül hálás vagyok, hogy vállalták a szülői hivatást, és köszönöm, hogy átmenetileg ránk bízták gyermekeiket. Tudjuk, hogy bár egy gyermek nevelése közben sok borús pillanat is van, a végén mindig kisüt a nap. Lehet, hogy az elmúlt években sok nehézséggel kellett szembenézniük, lehettek gondok a tanulással, a délutáni csavargással, telefonozásokkal, bulizásokkal. Most mégis büszkén tekinthetnek gyermekükre, aki eljutott élete első mérföldkövéhez, befejezte általános iskola tanulmányait. Kívánom, hogy gondoskodásukkal továbbra is legyenek gyermekük támaszai. A Jóisten adjon erőt önöknek, hogy támogató, mindig hazaváró otthon találhassanak gyermekeik továbbra is önöknél. Kedves fiúk és lányok, szüleitekkel együtt, mi tanáraitok is mellétek szegődtünk az úton, amelyen jártok, hogy átadjuk nektek tapasztalatainkat, tudásunkat. Próbáltunk titeket az általunk helyesnek tartott útra terelni,
de ebben a kísérésben nekünk, felnőtteknek is egyre inkább meg kellett tanulnunk, hogy minden erőfeszítésünk ellenére nem ültethetjük a fejetekbe saját gondolatainkat, mert nektek is vannak már saját gondolataitok, és ezeket elég gyakran hangoztatjátok, hol halkabban, hol hangosabban. A Széchenyiben töltött éveket, napokat, perceket nem lehet kitörölni emlékezetünkből. Nyomot hagynak bennünk is. Nem fogunk, és nem is akarunk elfelejteni benneteket, bármilyen hihetetlenül is hangzik ez. Jó lenne, ha azt tudnám kívánni nektek kollégáimmal, hogy legyen életetek akadályoktól és nehézségektől mentes, de mindannyian tudjuk, hogy ez lehetetlen. Így inkább azt kívánom, hogy legyenek olyan célok az életetekben, amiket érdemes erőfeszítéseket tenni, és ha ezeket a célokat eléritek, tudjatok örülni neki. Mindezt tegyétek úgy, hogy szeressétek embertársaitokat. A Hooligans együttes dalából jutott eszembe néhány sor. Menj, küzd az álmodért, minden vágyadért, mi benned él. Győztes lesz a harc, ha nincs több hátraarc. Végül majd tiéd, miért szívből küzdenél. Most pedig szeretném megjutalmazni azokat a diákokat, akik több éven át valamilyen területen kiemelkedő eredményt értek el, öregbítették iskolánk hírnevét. Örömmel tölt el bennünket, hogy ebben az évben több tanulónk is átveheti a Széchenyi István Katolikus Általános Iskola kiváló diákja kitüntetést egy emlékplakett formájában. Ezt a megtisztelő címet olyan tanuló kapja, aki 8 éven keresztül kitűnő tanulója volt iskolánknak, tanulmányi eredménye, szorgalma, magatartása, versenyeredménye érdemeként méltó erre a címre. Szólítom Ferenc Boglárka, 8. B osztályos tanulót, hogy vegye át az oklevelet és az emlékplakettet. Kérem Kurusz Dóra, 8. B osztályos tanuló, vegye át az elismerést. Németh Kata, 8. B osztályos tanulót kérem, hogy vegye át a megérdemelt kitüntetést. Szólítom Szabó Luca, 8. B osztályos tanulót, hogy vegye át a díjat. Végül, de nem utolsó sorban, Veres Máté, 8. A osztályos tanulónak szeretnénk a díjat átadni. A község önkormányzata az iskolákba járó azon dormándi tanulókat jutalmazza, akik tanulmányi eredményükkel, versenyeredményeikkel, közösségi munkájukkal öregbítik Dormán község hírnevét. Dormán község polgármesterétől, Rajna Kálmár úrtól a következő tanulók vehetnek át oklevelet és könyvjutalmat. Bartos Zsolt, 8. B osztályos tanuló. Király Eliza, 8. B osztályos tanuló. Németh Dorina, 8. B osztályos tanuló. Olyan tanulókat szeretnénk kiemelni, akik példamutató hitéleti tevékenységükkel, szolgálatukkal kiemelkedtek társaik közül. Kérem Korponyi Szintia és Németh Kata 8. B osztályos tanulókat, hogy vegyék át okleveleiket és könyveiket. Németh Kata az elmúlt tanévben érseki dicséretben részesült, melyet Gyöngyösön a tanévzáró tereumon vehetett át.
Kata a Szent István Rádió által elküldött könyvet és oklevelet is átvehet az iskola rádiós hálózatban végzett munkájáért. Maradj itt. Kérem, maradj itt, jó? Iskolánk egyik kiemelt területe a KRESZ oktatás. Azt a tanulót szeretnénk jutalmazni, aki számos megyei, országos, első helyezés büszke tulajdonosa, illetve 2019-ben Magyarországot ő képviselte Svájcban megtartott Európa-bajnokságon. Kitartása, szorgalma, ügyessége hozta meg számára a sikereket ezen a területen. Gratulálunk neked! Most pedig szeretném megköszönni azoknak a szülőknek az áldozatos munkáját, akik aktívan segítették programjaink megvalósítását. További munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánunk. Kívánjuk még, hogy minél több örömmel és szeretettel ajándékozzák meg önöket gyermekeik. Köszönjük áldozatos munkáját Bari Lívia szülőnek. Hálásan köszönjük több éves munkáját Bocsiné Kátai Saroltának. Endrődi Laxnár Katalin szülőnek szeretnénk a köszönet és a hála virágait átadni. Kérem Tóth Andrea szülőt, hogy fogadja el tőlünk a virágokat és az oklevelet. Thank you.